Az előző videóban azt néztük meg, hogyan lehet létrehozni körrajzelemet úgy, hogy ismerjük annak középpontját, sugarát vagy átmérőjét. Most azt fogjuk áttekinteni, milyen más paraméterek mellett lehetséges körrajzelemet létrehozni az AutoCAD rendszerén belül. Ehhez menjünk a kezdőlappanelra, és a kör ikon alatt lefele mutató nyílra klikkeljünk. Itt egy legördülő menübe tudjuk vizuálisan áttekinteni a kör parancson belül elérhető rajzoló funkciókat. A középpont sugár vagy a középpont átmérő paraméter párt már megnéztük. Most nézzük meg a két pont funkciót. Ha kiválasszuk, akkor két klikkelés segítségével a kör átmérőjét fogjuk megadni. Klikkeljünk a háromszög egyik csúcspontjára, majd a másikra, végül pedig a bal klikkelés mellett létrehozzuk a körrajzelemet. Lehet látni, hogy a két klikkelés az a háromszög oldalát, azaz a kör átmérőjét adta meg. Talán nem is kell ezt bővebben magyarázni, szemléletes maga az ábra. Létrehozhatunk körrajzelemet három pont megadásával is. Ilyenkor a háromszög közé írható körívet fogjuk definiálni. Klikkeljünk a háromszög egyik csúcspontjára, a másikra, végül a harmadikra, itt már jól látható, hogy valóban a háromszög köré írható körívet szerkesztettük ki. Abban az esetben, ha úgy szeretnék körívet rajzolni, hogy az érintse a háromszög egyik oldalát, másik oldalát egy-egy pontba, viszont a sugárértéket mi magunk szeretnénk bevinni, akkor válasszuk ki a legördülő menüben az érintő-érintő sugár funkciót. Adjuk meg az első érintési pontot, ilyenkor egy zöld kört, fölötte egy zöld vonallal fog kirajzolni az AutoCAD, ez az érintési pontnak a szimbóluma, az érintendő objektum bármelyik pontja megadható, klikkeljünk tehát bármelyik pontjára, adjuk meg a második érintési pontot, végül pedig írjuk be a parancsolba az érintő kör sugarát, ami esetünkben 500 rajzi egység lesz, Enter, és kiszerkeszti az AutoCAD a kört, amely egy-egy pontban érinti a háromszög oldalait, és a sugara 500 rajzi egység. A következő funkció szemléltetéséhez két újabb körívet fogok kiszerkeszteni, a harmadikat pedig úgy fogom megadni, hogy az érintse ezt a két új körívet, valamint a háromszögnek ezt az oldalát. Ehhez az érintő-érintő-érintő funkciót adom meg, megadom az első érintési pontot, második érintési pontot, majd a harmadik érintési pontot. A végén automatikusan kiszerkeszti az AutoCAD azt a körívet, amely egy-egy pontban érinti a két kört és az egy egyenest. Ezeket a funkciókat azért érdemes tudni, mert később nagyon sok időt tudunk megspórolni a rajzolási feladataink alatt.